Az irodalomterápia olvasmányélményeink és belső világunk kapcsolódását kutatja. A szövegek és történetek által közelebb jutunk saját tapasztalataink, gondolataink, érzelmeink megértéséhez. Hogyan segíti egymást a szép irodalom és a pszichológia? Miért szeretünk egyáltalán olvasni? Hogyan válhat olvasmányunk jó kísérőnké egy nehéz helyzetben vagy életszakaszban? Jakabovics Kitti pszichológussal, irodalomterapeutával beszélgetünk. Nagyon fontos szempont, megkerülhetetlen, hogy milyen szövegeket olvasunk és olvassunk, ha irodalomterapeutánál vagyunk, irodalomterapeutaként dolgozol. Miket választasz, hogyan választasz? Ez mindenképpen lírai mű, vagy ugyanúgy tudsz és tudtok versekkel dolgozni. Milyen merítés merül fel ilyenkor? A merítés az elég tág lehet, pont ezért kezdtük el egyébként így szakmán belül is, meg kifelé kommunikálva is inkább az irodalomterápia szót használni a biblioterápia helyett, mert ugye ez a hivatalos megnevezése az egész módszernek meg a képzésnek, mert hogy a biblió az korlátozza a könyvekre a dolgot, az irodalom az meg sokkal több mindent lefed, mint a könyveket, és akkor ebbe tényleg nagyon sok mindent beleérthetünk, tehát verseket, prózai szövegeket, hosszabb regényeket, dalszövegeket, blogbejegyzéseket, slam szövegeket, tehát eltúlozva tényleg bármi, ami leírt szöveg az, vagy elmondott szöveg akár, az lehet terápiás eszköz. Az azért úgy általában alapvető, hogy az irodalomterápiában szép irodalommal dolgozunk, ugye beszélgettünk is arról, hogy mi a helyzet az önsegítőkönyvekkel, vagy a szakirodalmi művekkel. Az irodalomterápia kifejezetten arra épít elsősorban, hogy szép irodalmi szövegekkel dolgozzunk, de azon belül tényleg nagyon tág lehet, hogy ki mihez nyúl. És mindenképpen a szakember választ és hoz, vagy előfordul, hogy a kliens, aki hozzád fordult, vagy egy csoport résztvevője akár hoz valamit, ami számára nagyon fontos. Előfordulhat, abszolút. A csoportoknál ez általában kötöttebb, tehát hogy ott fennáll a veszély, hogyha valaki anélkül hoz, hogy a többiek is beleegyeztek volna, vagy ilyesmi, akkor az úgy nagyon elviszi az ő irányába a csoportot. Úgyhogy ott általában kell, hogy egy ilyen központi szerepe legyen a csoportvezetőnek, és ő húzza meg a határokat, vagy tényleg ő hozzon szöveget, és ő vigye a vezérfonalat. Az egyéniben erre több tér van, hogy most akkor az egy kliens, aki ott ül velem szemben, ő mit szeretne hozni. És nagyon informatív is az, amikor én azt mondom neki, főleg egyébként folyamatok elején szoktam, amikor még nem ismerjük egymást annyira, hogy ő hozzon valamit, ami őt érdekli, vagy foglalkoztatja, és ne én hasraütésszerűen vegyek le valamit a polcról, és adjam oda neki. Sokkal érdekesebb az, hogy ő mit hoz először, és miért azt. Uh-huh. És kiküszöbölhető az, hogy esetleg van egy korábbi élménye, akár a szerzővel, akár a konkrét művel kapcsolatban a résztvevőnek, hiszen ez nagyon meghatározhatja az olvasás élményt. Igen, és pont ezért igen, sokszor nem is mondjuk el a címet, vagy a szerzőt, amikor bemutatjuk a szöveget. Persze fennáll az esélye, hogy attól ő még ismeri. Volt is ilyen, hogy nem mondtam, de mégis ismerték. Erre most nem, tehát hogy ennél többet baj, nem tudunk. De hogy alapvetően akkor ezek nem úgy indul, hogy ő írta, és ez a címe, és ez a könyv, hanem a szöveg igen. Magában. Igen, mert valóban tud befolyásoló tényező lenni. Tehát ez egy jó nagy kérdés, hogy most a szöveg mennyire független a szerzőtől, és a többi, de tényleg én is találkoztam már terápiás folyamatban azzal, hogy valaki megtudta, hogy ki a szerző, vagy felismerte, és akkor már jöttek az asszociációk, hogy nincs jó élménye, nem szimpatikus neki, tudod, tehát hogy ilyen másodlagos, harmadlagos rétegek ráragott. Kötelező olvasmány volt, igen, miért kell igen. Ezt? Aha. Tehát olyankor nehéz ezeket így félretenni, és azt mondani, hogy jó, de most arra figyelj, hogy ez mit váltott ki belőled, mert nyilván ott van az a háttértudás. Biztos felmerül sokakban, és írsz is róla a tuti, a mindig mindenkinek jó irodalmi anyagok kérdése, létezik-e ilyen, és hogy várhatjuk-e ugyanúgy az irodalmi szöveggyűjteményeket másnapra, vagy szakítás utára, mint akár mondjuk persze tágabb kategóriák között, de a mesegyűjteményeket. Uh-huh.
jó lenne, ha lennének ilyenek, de hogy alapvetően az irodalom terápia az a szövegek által kiváltott érzelmekről való beszélgetésről szól. Ilyen nagyon összetettem mondva, de hogy az túl egyszerű lenne, hogy most receptre felírok valamit, te hazamész, vagy hazafelé megveszed a könyvesboltban, hazamész, elolvasod, és már is minden bajod megoldódik, mert hogy azért, tehát hogy ez nem erre lett kitalálva, az irodalom nem erre lett kitalálva, sokkal bonyolultabb ez az egész folyamat. Ugyanakkor szerintem születhetnek ilyen gyűjtemények, tehát hogy az jó dolog lehet, hogy mondjuk tematikusan összegyűjtünk műveket, amiket felajánlunk, hogy próbálkozz vele, hogy segít-e, attól az még nem lesz irodalomterápia. Tehát, hogyha ezt a helyén kezeljük, akkor tök jó, meg egy kiinduló pontnak jó lehet, de hogy az még nem olyan, mint hogyha te elmennél egy szakemberhez, akivel utána beszélgetsz arról, amit olvastál. Mi történik akkor, hogyha kliensként nem tetszik a szöveg, amit kapok? Ha valamiért ellenérzésem van vele kapcsolatban, van-e ilyen tapasztalat, és szakemberként mit tehetsz ilyenkor? Van ilyen tapasztalatom nekem is, meg ez sokszor előfordul. Igazából terápiás értelemben nem kell, hogy tetszen a szöveg. Sőt, azért nagyon sokszor ez még érdekesebb dolgokat hívhat elő, hogy miért nem tetszik, mit érzek, dühöt, szomorúságot, mire emlékeztet. Ugyanazokon a kérdéseken, amiken egy szimpatikus szöveg mentén végig lehet menni, igazából egy unszimpatikus szöveg mentén is végig lehet. Tehát, hogy mire emlékeztet, felismertem benne magamat, történt velem hasonló, miért fáj ennyire, miért, tehát, hogy mit váltott ki. Nyilván ez egy kicsit megdolgozandóbb téma, tehát hogy ezt az ember így szeretné egyből ellökni magától, de itt érdemes nem egyből ellökni, hanem egy kicsit akkor megnézni tényleg, mert hogy ez akkor azt jelzi, hogy ott van valami dolgunk, ott egy kicsit még így lehet mélyebbre menni. Ez azt is jelenti, hogy egy szöveget, ha az nem egy hosszabb szöveg, akkor újra, újra és újra is el lehet olvasni, és újabb rétegeket felfedezni akár hétről hétre, és több héten keresztül egy szöveggel dolgozni? Abszolút. Nekem volt olyan egyéni folyamatom, ahol az első vagy a második alkalomra vittem be egy szöveget, és onnantól kezdve az konkrétan hónapokig, amíg együtt dolgoztunk, addig mindig előjött, és visszakanyarodtunk hozzá, új értelmet nyertek benne sorok, tehát ott tényleg az volt, hogy hónapokig szinte ugyanazzal a szöveggel dolgoztunk. Nagyon más a tapasztalat szerint, amikor egy részletet kiemelsz egy műből, és aztán esetleg a kliens elolvassa az egész művet, jött ilyen visszajelzés, hogy mennyire más egy részletnek a befogadása, és mennyire más hatással van mondjuk egy egész könyv elolvasása? Ez érdekes kérdés egyébként. Tapasztalatom szerintem nincsen ilyenről, de érdekes lehet elgondolkodni azon, igen, hogy másként hat ránk egy egész kontextus, egy egész elejétől a végéig szöveg, vagy pedig egy adott rész, anélkül, hogy ismernénk a körítést. Rengeteg kérdés merült még fel bennem, de tény, hogy nagyon sokféle szöveggel dolgozhatunk ezek szerint, azt is nagyon sokféleképpen felhasználva, akár egyéni szövegekkel, akár olyan szöveggel, ami nem is annyira tetszik, vagy először nem annyira tetszik. Köszönöm szépen, folytatjuk hamarosan.